Az Audi a motorsportban több dologról is híres lett, például a B-csoportos ralliban, a quattro hajtásról, vagy Le Mansban a dízel motorjukról, amiben 5 évig zsinórban nyertek a prototípus kategóriában. 2022-ben úgy döntöttek, hogy visszatérnek a Dakarba, és megcsinálták az RSQ e-tront. Az Audi már többször indult a Dakaron, először egy olyan Range Roverrel, amire ráhúztak egy Quattro Casnit, majd később egy olyan Quattroval, aminek a hajtásláncát a Porsche 959 ciklette, ezt már egy turbós V10-es hajtotta. Mint a nevéből is lehet következtetni, ez egy villanyautó, ami sivatagi tereprallira lett felkészítve. Elő van egy villanymotorja, hátul van egy villanymotorja, ezek mechanikus verdifikkel hajtanak a kerekekre, illetve a navigátor és a sofőr lába alatt és középen a kardán boxban található egy 50 kWh-s akkumulátor. Na hát ezzel az 50 kWh-val nem mennének messzire, úgyhogy ide hátra a pilótafülke mögé berakták a 2 literes DTM-ben is használt TSI motort, ennek visszahúzták a teljesítményét, ez hajt egy harmadik villanymotort generátor üzemben. Az előbb említett 2 literes TSI pedig itt helyezkedik el, nagyjából az eredeti autóban. És ha már most teljesen meguntátok azt, ahogy magyarázok, menjetek és vásároljatok a webshopba bögrét, pólót, kulcstartót, illetve minden mást. A felfüggesztése 2-es keresztlengőkar minden 4 keréken, és 4 darab reggelrengés csillapító található benne. Ugyanezt használják a Dakar kamaszban is, csak ott kerekenként 2 található a nagyobb tömeg miatt. És amikor terepen nagyon veret és így járnak alatta a kerekek, akkor a hátsó lengéscsillapítókhoz itt oldalt be kellett vezetni az hűtőlevegőt, mert 150 fok fölé is fölmelegedett benne az olaj. A Dakar szabályzata miatt korlátozni kellett az autó képességeit, például a teljesítményét 400 lóerőre vissza kellett venni, amúgy a 2 darab Formula E-ben is használt villanymotor 680 lóerőt tudna összteljesítményben, illetve a rugó útját is meg kellett korlátozni 350 mm-ben. Most, hogy megismertük az eredeti autót, nézzük meg egy picit a Legót. Alapvetően egy jól sikerült készletről beszélhetünk, a formáját szerintem 100%-osan eltalálták az autónak, szemből, hátulról, mindenhonnan. Egész sok részletet is belevittek, az ott a töltőport, alatta pedig a pótkerékdob. A hátsó lámpák is meg vannak csinálva, ezek viszont sajnos csak matricák. A tetején lévő kopoltyút is sikerült szépen megcsinálni, itt kap levegőt az intercooler és a benzinmotor hűtője. Most elkészültem az autó elejével. Itt a 2 darab villanymotor. Az egyik az első hajtás lesz, a másik a kormányzás. Én olyat még nem láttam Legóba, hogy 2 darab fogasléc is van a kormányműbe, és 2 darab kormány összekötő. Ez elég masszív és nagyon ötletes, hogy így az ellentétes irány miatt az egyik a fogaskerék alatt van, a másik pedig a fogaskerék fölött. Így fog megvalósulni a kormányzás egy darab hajtótengellyel. Félkészen itt van a hátsó bölcső technikailag. Hát a hátsó futómű sem lett gyengébb, mint az első, sőt ez egy nagyon-nagyon masszív építmény a Legótól. Ott van a differenciálmű, és ide fog még rájönni erre a keretre a villanymotor, és itt fog lehajtani. Nekem egyetlen egy negatívumom van vele, hogy mindene matrica, nincs egy darab nyomtatott eleme sem. Én személy szerint nem szeretem a matricát, egy idő után elkezdenek úgyis lejönni,
illetve akármennyire próbálkoztam, például az elején a vonalakat nem sikerült párhuzamosan összeragasztanom. Nekem az építés eleje nagyon tetszett, a mechanikát nagyon szeretem megépíteni, a futóművet, a kormányzást, a vászszerkezetet, ez nagyon jó élmény. A karosszériát egy picit unalmas volt, mert mindig csak a két oldalt kell másolgatni, és ez egy idő után nagyon monoton szerintem. Jár hozzá 3 darab villanymotor, 2 a hajtásért felel, 1 a kormányzásért, illetve egy központi egység, ami itt látszik, alulról beépítve, ebbe dugjuk be a 3 darab villanymotort, illetve 6 darab ceruza elemmel megy. Irányítani Bluetooth-on keresztül telefonos alkalmazással lehet, ez elérhető Androidra és iPhone-ra is. A telefonnal való párosítás nem túl bonyolult, megnyílik az alkalmazás, ki kell választanunk a járművet, itt alul látjuk az összes távirányítható Legót, rányomunk, hogy vezess, miután betöltötte az autóhoz való felületet, itt megkér minket, hogy kapcsoljuk be a vezérlőt, ezt itt benyúlva lehet megtenni. És már csatlakozik is. Kész, és erről a felületről tudjuk irányítani. Jobb oldali karral gázt adunk, bal oldival kanyarodunk, illetve van egy fék gombunk is. Beltéren nagyon jól el lehet vele szórakozni, küszöbökön, patkákon, szinte mindenen át lehet vele menni. Az emelkedő az nagy ellensége, ott nagyon-nagyon hamar leszabályoz, sajnos a motor teljesítménye, illetve végsebessége nem sok, de ez bent a lakásban nem nagyon fog hiányozni. Összességében nekem tetszik a készlet, árérték arányában Lego szinten legalábbis szerintem mindenképpen megéri. Nagyon jó lett a forma, nagyon jól néz ki, és még játszani is tudtok vele.